Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntek titeket, én Tóth Péter vagyok, ez pedig itt a Munkanapló. És szeretném a mai epizódomban bemutatni egy egészen különleges, vagy mondhatni érdekes munkámat, és ezzel kapcsolatban még egy kis szakma elmélettel is szeretném, hogy megfűszerezni ezt az epizódot, és el is mondom, hogy miért. Megkeresett egy ügyfél, hogy vásárolt egy kétszintes házat, amiben egy etásfűtés volt kialakítva, és ami a lényeg, hogy azt mondta, hogy ő nem szeretne csöveket látni a falon, amit egyébként teljes egészében megértek. Na most ugye úgy kell elképzelni az etás fűtést, hogy alul felül kétszolos rendszerről ment a fűtés egy ilyen körbe, hogy ugye gravitációsan is meg tudjon fordulni, mert hogy egy nyitott rendszerű fűtést kell elképzelni, amit egy vegyes tüzelésű kazán csatlakozott, illetve volt még hozzá rakva egy fég típusú gázkazán. Na most ugye a következő volt, amit megbeszéltünk, hogy jó, akkor padlóban, falban ugye elvisszük a csöveket, egy osztós rendszert alakítottunk ki, mind a két szinten egy-egy külön osztó került felszerelésre, és a vegyes tüzelésű kazánt is kellett ez a rendszerhez illeszteni, illetve ugye ameddig a felújítás folyik, addig nem cserélünk gázkazánt, ezt beszéltük meg, hanem a fékkazán fogja gyakorlatilag a fűtést ugye ellátni ebben az egész rendszerben. És azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt ugye úgy megoldani, hogy tulajdonképpen a meglévő fékkazán már egy olyan rendszerhez legyen csatlakoztatva, ami az ügyfélnek az elvárása volt. Ugye külön elvárás volt, hogy az alsó és felső szintet külön lehessen ugye üzemeltetni, viszont egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy buta fékkazánnal, hogy lesz az egészet összehozni, illetve hogy a vegyes tüzelésű kazán, ami pedig még a fékkazántól is egy egyszerű megoldás, hogy ezt hogy lehessen majd összehozni. És ugye azon töprengtem, hogy akkor nézzük a gázoldalt, mert a vegyes tüzelésű kazán oldalon még lett volna egy puffer tartály, amire ugye szükség van ahhoz, hogy ez az átrendszerű rendszerhez hozzá lehessen építeni az egészet. És de mivel, hogy ez a puffer tartály még nem érkezett meg, így hát maradtunk a gáztüzelésnél, tehát úgy is alakítottuk a rendszert, hogy amikor megérkezik a pufi, akkor gyakorlatilag hozzá fogjuk tudni építeni a rendszerünket, és ugye minden tökéletes legyen. Na most ugye azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt úgy megoldani, hogy jelenleg a fég kazán is tudja üzemeltetni ezt a rendszert, és a későbbiekben pedig majd egy modern kondenzációs kazán is el tudja végezni ugyanezt a feladatot. És úgy gondoltam, hogy az egyik legegyszerűbb megoldást fogok választani, ami az, hogy a két osztórendszert, ugye két külön keringető szivattyú fogja majd intézni, hogy most vagy az alsó szint melegítsen, vagy a felső szint melegítsen, hogyha mind a két szivattyú megy egyszer, akkor mind a két rendszer üzemeljen, hogyha csak az egyik, akkor csak az alsó, csak a másik, akkor csak a felső, de ezt majd két vezeték nélkül termosztát fogja egyébként a szivattyúkat irányítani. Viszont most jelen pillanatban, hogy a fékkazán is meg tudja látni, el tudja látni megfelelő mennyiségű hőenergiából ezt az egész rendszert, ezért azt a megoldást választottam, hogy egy hidrováltót építek be magába a fűtési rendszerbe. És a hidrováltóról gyakorlatilag annyit kell tudni, hogy ez egy úgynevezett rövid zár, tehát van a gázkazán oldal, az elindul a hidrováltóba, bemegy, ott gyakorlatilag megfordul, csinál egy ilyen kis kört, és a hidrováltó pedig ugye tovább folytatja az útját a két keringető szivattyú irányába, és gyakorlatilag ezen a rövid záron keresztül, a fűtési rövid záron keresztül, így gyakorlatilag egy tökéletes fűtési megoldást lehet elérni. Na most lehet, hogy ez egy kicsit bonyolultnak tűnt, ahogy ezt így elmondtam, éppen ezért szeretnék most neked bevágni egy rövid kis videót, egy animációt találtam itt az interneten, nagyon-nagyon nehezen sikerült megtalálni ezt, de ami bemutatja, hogy gyakorlatilag hogy is működik a hidrováltó, és hogy egy adott fűtési rendszer mennyivel jobb, hogyha hidrováltó van benne, és mennyivel nem, hogyha ugye nincs benne. Szóval mutatnám ezt a kis rövke szösszenetet. Thank you.
Remélem egyébként, hogy ezek alapján úgy nagyjából azért érthető volt, hogy hogy is működik a hidrováltó, és akkor gyakorlatilag, amit a szép hosszú felkorban elmagyaráztam, hogy a fékkazán hidrováltó keringető szivattyúkosztós rendszer, hogy az hogy épül ki, akkor erről pedig szeretném megmutatni a helyszínen készült, és ugye a fűtésrendszer kialakítása közben ugye felvett vágóképeket, és ezt, hogy összefűztem, szokásomhoz hívva, mint amilyen videókat szoktatok látni tőlem. Szóval fogadjátok szeretettel, ilyen lett a végeredmény. Szóval itt van a kiemelési alap, egy gyönyörű, szép, fék, régi, kéményes kazán. És hát az a szituáció, hogy ugye komplett kazánház felújítás lesz, lesz itt majd egy vegyes tüzelésű kazán is, amivel kezdenünk kell a későbbiekből valamit, de jelen pillanatban, amíg a épület felújítása tart, addig ez a kazán fogja ellátni ideiglenesen a fűtést. Az épületben már ki lett alakítva egy új osztós rendszer, ugye kétszintes épület. Itt az alsó osztót látjátok, illetve a két darab 26-os ötrétegű csőt, ami a felső osztót fogja majd ellátni. És ezt az osztópontot fogjuk majd szépen összeállítani ezzel a kazánnal. És akkor kezdjük is azokat az alkatrészeket beépíteni. Nagyjából erre a falra itt, ez a mi kis játszóterünk, ahol akkor majd ugye ki tudjuk alakítani akár a hidrováltót, akár az átmenbános tágulási tartályt, a csöveket, töltőüdítést és a többit, és hogy biztonsági szerveket. Tehát, hogy először felöltöztetjük a falat, utána pedig össze fogjuk az egészet csövezni. Szóval ők egy elma hidrováltó fent van, és ott mellettem, mivel van hely, ezért fel fogunk tenni egy átmenbános tágulási tartályt. Na és miután felkerült a tágulási tartály, elkezdünk csőbilincseket kialakítani. Gyakorlatilag ez nagyon jobban itt felmegyünk, ott meg majd állt a falon, hogy le tudjuk kötni azt a pontot. És hát akkor nagyjából egy ilyen 15 centis távolsággal fogunk itt a függőlegestől fölhaladni. Szóval a tágulási tartály helyén, hidrováltó helyén, bilincsek a helyén, falátörés is megtörtént, és akkor neki látjuk, hogy a kazánt a hidrováltóval szépen összekössük. Szóval eljutottunk oda, ahol szerettünk volna. Egyrészt ég a tűz, nagyjából látszik is, remélhetőleg mindezedi idekörű gyújtólángot már szépen működik. És akkor a két lekötés az elkészült ugye hidrováltóhoz, és utána ugye le van szépen kötve a tágulási tartály. És ugye jönnek föl a csöveink, ugye a magas ponton két lékeink az előre a visszatérőbe. Ez a két vezeték egy pici lejtéssel van, ugye ebbe az irányba szerelve, hogy az előre mindig a magas laton távozzon. És ugye gyakorlatilag, ugye láthattok négy darab hőmérőt, ugye két darab keringető szivattyút, pusztán csak mutatnám, hogy szeretünk úgy dolgozni, hogy a két keringető szivattyú egy vonalba kerüljön egymással, illetve gyakorlatilag a hőmérők is. Tehát maga a kivitelezésen egyébként ügyeltünk arra, hogy a hőmérő az 175 cm van, tehát helye közel szemmagasság, nekem mindenképpen. A keringető szivattyú pedig ilyen kézmagasság van, hogy könnyen lehessen egyébként dolgozgatni vele. És ugye kicsit hátrébb jövök, igyekszek nem elesni. Itt pedig ugye látszik, hogy a visszatérő ágban vannak ugye beszerelve a keringető szivattyúk, és egy-egy visszacsapó szelet is van a keringető szivattyú elé behelyezve. Ennek pusztán az a oka, hogy hogyha az adott keringető szivattyú nem megy, akkor a másik azt ne tudja átdolgoztatni a rendszert. Szóval tulajdonképpen ennyi lett volna ez a videó, ennyi lett volna az, amit szerettem volna most nektek bemutatni. Remélem, hogy érdekes volt, és remélem, hogy ez egészen új perspektívákat nyitott azoknak, akik még a régi fékkazánt nem akarják elengedni, illetve a felújítás alatt ugye szeretnék megtartani, tehát van rá lehetőség. Egyébként ennél a rendszernél az a jó, amit ugye megcsináltunk, hogy miután ugye lesz egy új kondenzációs kazán építve a rendszerre, akkor gyakorlatilag a mostani bekötést azt helyek közel lehet is használni. Annyi különbség lesz még, hogy még egy mágnes és iszap leválasztót kell beépíteni a rendszerbe, illetve a megfelelő méretekre kell majd összehozni a csöveket, tehát ez
néhány idom, néhány préselés, és tulajdonképpen ez teljesen alkalmas lesz arra, hogy a következő új rendszert is kiszolgálja. Nos, ha tetszett a videó, akkor nagyon szépen köszönöm, hogyha egy lájkkal jelzitek. Abban az esetben, hogyha hozzáfűzni valótok van, akkor azt nyugodtan tegyétek meg a komment szekcióba, kérdéseket is küldhetek nyugodtan, igyekszem rá válaszolni, elnézést kérek mindenkitől, mert ugye pont most van ez a fűtési szezon, és hát ilyenkor az embernek gyakorlatilag meghalni nincs ideje, annyi problémával meg gonddal kell küzdeni, tehát mondhatjuk úgy, hogy erre az évre már helye közöbben vagyok táblázva. Abban az esetben, hogyha még nem vagytok a klub tagjai, akkor vártiteket a munkanapló, nyugodtan iratkozzatok fel, és böngészitek nyugodtan a régebbi epizódjaimat is. Úgy gondolom, hogy a közel 350-400 rész azért ad némi instrukciót arra, hogy én miket csináltam, illetve hogy szakmailag milyen dolgokkal találkoztam. Remélem, hogy tetszeni fog. Nos, köszöntöm még egyszer a figyelmet, kívánok szép napot, és találkozunk a legközelebbi epizódban. Sziasztok!